Mátyai Mária vagyok, és én fogom megírni ezt a gyerekkel. Gyerekkel nagyon képű is és nagyon szeretem, amikor valami újdonságot szerte a kritis nénikei kívül, hogy itt is láthatunk másokat is. Itt a kiállított térben van pár olyan kép is, amit még nem nagyon ismerhetek, vagy még nem nagyon láthatatok. Egy-kettő van, és ezek közül pár is van olyan, ami még nem látott se titeket, se akinek a párt, se egyéb kiállított teret. Én nem jellemezném a képeket, mindenki ismeri a művészkodat valamennyire. Tudják, hogy van egy grotesz, egy ironikus, egy magántörténelmi humora, és az ő szavait idézve jellemezném most a képeit. A következő szerintem ez már ilyen szlogennek vagy mottónak is beillene. Szóval az ő szavaival élve a képekről. Mindenféle színes képeket alkotok, és azoknak látásától az emberekben lelki folyamatok játszódnak le. Ugyanakkor mindenféle emberek látásától lelki folyamatok játszódnak le bennem, amitől színes képeket alkotok. Azt hiszem ez elárulja, hogy miről is szól kiállítás, és miről próbál árulkodni gyermekes esetete, de ha esetleg valaki nem érti, vagy kérdései lennének bármely kép a kapcsolatban, szerintem művész tudunk szívesen válaszolni ezekre a kérdésekre. Én nagyon tényleg nem akarom így húzni mindenki idejét, mert nagyon melegben inkább vigyunk a felkínált italokban, és nagyon örülök, hogy végre sikerült egy ilyen jó anyagot összeállítani. És akkor átadnám hol a hölgy, Zsuzsi, gyerek, mondj néhány szót. Tulajdonképpen csak annyit szerettem volna elmondani, és értem, hogy a kiállítás sorozatnak az egyik állomása, amit most itt látjuk, és tulajdonképpen még ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen, hogy eljutott. Szóval ez itt a magyar kiállítás sorozat következő állomása, Madarász Gergely művész úrral, és mindenkinek nagyon köszönöm, hogy eljött, és élvezétek a helyet kiállításra, és hát, hogy szeretnétek. És most Gergő művész úr egy zenével is meglát minket, és én nagyon hallottam még ezt, létre, úgyhogy ti is hallgassátok. Ez nem pedig lenne annyira jó. Úgyhogy hallgassuk, én is leülök ehhez, mert ehhez inkább leülök. Milyen italban járhatsz hozzá a múlva? Várjunk. Na, megnézem, mi van állítva. Jajjám, és ezen a megnyitó kiállítást szeretnék. Thank you.
ezt is, hogy az annyira jó, mert olyan vonulatot eltalál most, hogy tényleg nagyon jó, mert ez a... Jaj, bocsánat. Hatalmas ováció. Hatalmas ováció. Nem hallottam sokat belőle.